Még egy Pécs istentiszteleten történt, hogy szokásoktól eltérően nem a helyemen ültem az alkalom kezdetekor, hanem hátul a hátsó sorban beszélgettem valakivel, amikor is egy testvér megkopogtatta a vállam, és megkérdezte, hogy nem vinnék el egy rosszul lévő beteg testvérnőt a kórházba. Hát kimentem megnézni, hogy miről van szó, és hogy mi a helyzet, és láttam, hogy egy Móni nevű 20-as éveiben járó testvérnőről van szó, aki le sem tagadhatta a retteltes fájdalmait, mint kiderült, epegörcse volt. Ekkor már hárman állták körül, és látva azt, hogy nincs, aki elvigye őket, már azon tanakodtak, hogy akkor gyorsan mentőt hívnak. Én viszont felajánlottam, hogy nem adna-e Móni előbb esélyt Jézus Krisztusnak, hogy imádkozzunk, és ha utána is úgy gondolja, akkor lehet mentőt hívni. És hát amúgy is furcsán adja ki magát, hogy mentőt hívunk, és kórházba visznek valakit egy karizmatikus istentiszteltől, amikor oda épp, hogy meggyógyulni kellene járni az embereknek. Ő minden fájdalma és gyötrelme ellenére egyből belement és engedett ennek. Így kézzátétellel elkezdtem érte imádkozni. Elmondása szerint azonnal, ahogy ráhelyeztem a kezem, érezte az Úrnak nagyon erőteljes jelenlétét. Én pedig szinte azonnal láttam rajta, hogy megszűnt a fájdalma, megváltozott a tekintete, az arca, a tartása. Így hamar helyreállva, én már gyógyultan mehetett vissza a helyére. Én is visszamentem a helyemre, mindketten egymástól távol, de az első sorban ültünk, és ahogy leültem, még oda pillantottam rá, és azt láttam, hogy akkor pedig már a helyén ülve zokog. Később elmondta, hogy neki akkor már sok napja be volt duzzadva a jobb lábfejem, nagyon fájt is, tehát megerőltető volt cipőben lenni, állni, járni, és ahogy visszament a helyére, leült, akkor vette észre, hogy ez a problémája is megszűnt az ima alatt, tehát az epegörccsel együtt eltűnt a daganat, a duzzanat, és megszűnt a fájdalom. És ez pedig már annyira elérte, hogy sírva fakadt. Még egy komoly bizonyság volt mindez a számára, mert napon korábban ő már és napok óta azon kesergett önmaga felé, hogy nincs elég hite. Én pedig mindenről semmit sem tudva az imámat, az érte végzett imámat úgy zártam, látva az ő nagyon gyors drámai helyreállását, hogy mindez azért történhetett meg, mert van hited. Ilyen direktben kapott visszajelzést Jézus Krisztustól a napok óta őt gyötrő kételyre. Így amellett, hogy ő meggyógyult, négy ember nem volt kénytelen elhagyni az Isten tiszteletet, hanem végig ott maradhattak. Halleluja!